A nyár közelettével ismét fontos és elő, előtérbe került dolog az ételrendelések külföldön. Lehet, hogy már sokszor átnéztétek, lehet, hogy sokszor már próbáltátok is, de lehet, hogy úgy érzitek, hogy még mindig nem elég. Úgyhogy, ha így van, akkor ez a lecke neked szól, nézzük is meg, hogy. Mi lesz benne? Fogunk szavakat tanulni, lesz egy adott szövegünk, amiből, amiből ezeket a szavakat tanuljuk, illetve a szöveg által megpróbáljuk egy kicsit majd kreatívan is használni a nyelvet, tehát lesznek benne speakinges beszédgyakorlatok is. Természetesen ez nem annyira ö, egyszerű és, és, könnyű, mint hogyha egy élő tanárról gyakorolnál, de megpróbálok segíteni, amennyire csak tudok a videón keresztül is. Úgyhogy nézzük akkor a szövegünket, hallgassuk meg először, hogy miről is szól. Good evening. Can I get you started with something to drink? Yes, I'd like to have a glass of sparkling water, please. Of course. Are you ready to order? Or do you need a few more minutes? I think I'm ready. What do you recommend from the grill section? The grilled salmon is really popular. It comes with a side of steamed vegetables. That sounds good. Could I have the salmon? But can you switch out the steamed vegetables for a garden salad? Absolutely, no problem. How would you like your salmon cooked? Medium, please. Also, could I add on a bowl of tomato soup to start? Sure thing. Will that be all for now? Yes, that'll be all. Thank you. You're welcome. I'll bring out your soup shortly, and your main course will be right out after that. Remélem sok mindent értettetek belőle, de ha nem, akkor most megnézzük uh, lassan egyesével is, hogy mit jelentett a szöveg. Tehát ugye van két szereplőnk van benne, a server és a customer. A server az a kiszolgáló, a customer pedig ugye a, a vendég. Tehát good evening, jó estét, can I get you started with something to drink? Ugye ez, a, ez egy érdekes kifejezés, ezt majd ki is írtam ö, nektek, nem csak így a, a szöveget, hanem jó kis szavakat is, de ezt így egybe írtam ki, hiszen egyesével nem sok értelme van megtanulni a szavakat. Ugye, ha hiába tudja az ember, hogy mit jelent a can, a get, a start, és így tovább, ez egy úgymond egy kifejezés, amit ami csak egyszerűen annyit tesz, hogy kezdhetünk-e mondjuk egy itallal, vagy hozhatok-e kezdésnek egy italt, vagy valamit inni. Ugye így, hogyha egy kicsit tükörfordítással próbáljuk lefordítani, akkor hogy valamit inni. De teljesen tökéletes fordítása nincsen, legalábbis tükörfordítása nincsen. Egyszerűen csak ennyit tesz, hogy hozhatok-e valamit inni kezdésnek. Na talán ez így jó lesz. Yes, I'd like to have a glass of sparkling water, please. Igen, szeretnék, ugye ez az apostróf D, nagyon, hangran, nagyon gyakran így hangzik el élőben is, nem a vudos hosszú változata, hanem csak ez a rövid D rövidítése, tehát I'd, I'd. Tehát I'd like to have, szeretnék birtokolni, ugye tudjátok, hogy ételekkel, italokkal az angol nagyon gyakran a hevet használja, és nem az ítet vagy a drink szót. Úgyhogy nem szabad meglepődni, hanem inkább jobb, hogyha ti is megszokjátok, és elkezditek a have használni, mert úgyis ez fog elhangzani szinte 99 point, 9 százalékban. Tehát nagyon-nagyon ritkán mondják azt, hogy drink valami, vagy itt valami. Általában azért a heb megy így, főleg rendeléseknél. Tehát akkor szeretnék egy, egy pohár szénsavas vizet, kérem. Of course, are you ready to order, or do you need a few more minutes? Tehát természetesen are you ready? Ugye ez így önmagában is azt jelenti, hogy készen vagy-e, és hogy mire, vagy mit csinálni, az túval kapcsolódik utána, tehát készen állsz-e a rendelésre, vagy van-e szükséged néhány. Hát ugye azt mondja az angol, hogy néhány több percre. Ugye, hogy egy kis több időre vagy több, több percre van szükséged. Itt érdemes arra figyelni, hogy egyfelől az a magyar fordításra, hiszen a magyar fordítás azt mondja, hogy szükségem van. Na most ez nagyon könnyen megzavarja általában a kezdőtanulókat. Ha valamikor is kimondjátok a magyarban azt, hogy szükségem van, tehát szükség. A szükség az mindig a need, legalábbis a legalapvetőbb. Aztán vannak kifejezések, meg trükkök, ahogy még lehet ezt kimondani vagy kifejezni, de általában a need. Na most a need az egy segédige. Tehát ahhoz tudni kell, hogy nem úgy kezdjük, hogy, hogy birtoklással próbáljuk kifejezni, ugyanis gyakran futok bele ebbe a problémába, hogy nekem van szükségem. Ugye, és akkor ez a nekem van, ez megszületik úgy, hogy én birtokolok szükséget, meg ilyen hasonlókat. Tehát ezt érdemes jól begyakorolni, hogy ahányszor a szükségszót kimondjuk, vagy megszületik a fejünkben, akkor rögtön azt mondjuk, hogy, hogy ki, tehát kicsoda, és annak a valakinek szüksége van valamire. Tehát I need. I need. Nincsen olyan, hogy I have need, vagy my need, vagy hasonlók. Na, két, tehát I need. Lehet, hogy valakinek ez egyértelmű, de higgyétek el, hogy nem sok, vagy sok mindenkinek van, akinek ez gondot okoz. Főleg mondom a kezdő tanulóknak, nyilván, ha valaki előrébb jár, annak már ez nem nagyon probléma. A másik érdekesség ebben, a Few More minutes-nél, ugye a minutes megszámlálható, tehát eleve kitesszük az S betűt utána, és emiatt ugye a Few-t használjuk elé, a néhányt, ugye, hogy néhány vagy valamennyi vagy egy kevéske több percre van szükséged, tehát a few és nem little. Ugye, ha valaki ezt még nem ismeri, akkor általában ez a kettő áll párban, hogy a little és a few, a little az a kevéske valamennyi megszámlálhatatlan főnövekkel, a few pedig a megszámlálhatóakkal. I think I am ready. Tehát szerintem én készen állok, Uh, what do you recommend from the grill section? Tehát mit ajánlasz a grill um, szekcióból, ugye erről a, 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 a grilles a, a grill részlegről? The grilled salmon is really popular. A, a grilles a grill lazac, vagy a, a meggrillezett lazac igazán népszerű. It comes with a side of steamed vegetables. Ez jön ugye ez egy elég jó kifejezés, hogy, hogy, mivel jár, hogy nem csak magában van, hanem ez jön, ez, ez, vagy jár hozzá, úgy is fordíthatnánk, egy, a side ugye az a köret, tehát akkor jön egy körettel, és hogy milyen köret, ugye off-val kapcsolódik, hogy side off, ilyen párolt zöldségekkel. A zöldségeknél vigyázzatok, hogy vegetable, vegetable, nem vegetables. Vegetables. That sounds good, ez jól hangzik. Could I have the salmon? Tehát birtokolhatnám-e én? Ugye ezt érdemes így megtanulni. Tudom, hogy, hogy magyarul nyilván nem így beszélünk, de akinek ez gondot okoz, hogy mikor van have és mikor van am, akkor ezt érdemes megtanulni. Hogy, hogy akkor a hevnél maradjunk a birtokolni szónál, mert akkor sokkal hamarabb rá fogtok jönni, hogy mikor kell a hev és mikor kell a to be a mondatba. Ugye magyarul ez nyilván legtöbbször ugyanúgy hangzik, hiszen azt mondom, hogy, hogy van, ez a van, ez viszont jelentheti azt, hogy nekem van, tehát birtoklok valamit, vagy van egy kutyám, ja, mondjuk hát mondjuk az is birtoklás, ugye nekem van egy kutyám, de akkor mondjuk úgy mondom, hogy én vagyok szép. Ugye, tehát ez a, ez a van, vagyok, vagy van, vagyunk, ez, ez elég sokszor megjelenik a magyarban, csak nem mindig ugyanabban a jelentésében. Úgyhogy ezt nagyon át kell mindig gondolni, hogy birtokolom azt a valamit, vagy egy leírást adok róla. Itt meg nyilván ez egy kifejezés, hogy, hogy, hogy ehetek-e, vagy kérhetek-e, ezt csak ahogy az előbb is mondtam, nagyon gyakran használja az angol a hevet ételekkel és italokkal, tehát ez teljesen normális, hogy, hogy így mondja, és nem az ígytel. Tehát akkor ehetek-e, hát ehetek, hát nyilván ehet, mert azért van ott, de, de akkor lehetne-e, mondjuk, mondjuk így, hogy lehetne -e, nekem akkor egy, egy lazac, but can you switch out, de ki tudod cserélni, szó szerint switch Aut, tehát ki tudod cserélni a zöldségeket egy ilyen garden szaládra. Hát, hogy ez egy ilyen saláta, és ugye a garden az meg csak ilyen kerti saláta, tehát ez, ez egyszerűen csak ennyit jelent. Ami, ami érdekesség, lehet szintén magyaroknak szokott néha gondot okozni, hogy az, hogy saláta, az nekünk lehet maga a zöldség, de lehet már a kész saláta is, ugye, amikor azt mondjuk, hogy cézár saláta. Tehát az angolban erre figyelni kell, hogy ez nem így van. A szalád az a kész saláta. Tehát ez a garden szalád valószínűleg már egy olyasmi lehet, mint a Cézár saláta, hogy van rajta szósz, meg mindenféle finomság. Ha pedig magára a zöldségre utalunk, akkor az a letisz. E, azt mondja, hogy absolutely no problem, az a természetesen semmi probléma. How would you like your salmon cooked? Hogy szeretnéd a te lazacodat megfőzve? vagy elkészítve. Medium, please. Ugye én közepesre kérem. Also, could I add on a bowl of tomato soup to start? Ugye az also az azt jelenti, hogy is. Nagyon gyakran a mondat elejére tesszük, ami ugye azt jelenti, hogy szintén, vagy, vagy kérhetem-e azt is. Ugye? Tehát hozzá tudnék-e adni, vagy Kérhetek-e még, ugye ez az add, ez csak ennyit jelent, hogy hozzáadni valamihez, nyilván akkor itt a rendelésére gondol. Ugye, hogy adhatok-e még egy, egy paradicsom, vagy egy táparadicsom levestő kezdésnek. Tehát hozzáadhatok-e úgymond a rendelésemhez. Sure thing, ez a, szintén azt jelenti, hogy természetesen. Will that be all for now? ez lesz mind, ugye szó szerint will, az a, will be ugye együtt az, hogy lenni lesz majd, de az az, all az a minden, és for now, for now ez pedig mostanra. Tehát mostanra ez, ez, mind. Yes, that be all. Igen, ez lesz mind. hát ez mind most. Thank you, köszönöm, you're welcome, nagyon szívesen. I bring out your soup shortly, kihozom a levesedet hamarosan, és shortly az ugye, hogy rövid időn belül, vagy rövidesen. And your main course, és a, és a, főfogásod will be right out after that, és a főfogásod jön right after that, a rightnak van egy olyan jelentése is, hogy, hogy azonnal, tehát azonnal az után. Tehát a főfogásod is azonnal kint lesz, a, a paradicsomleves után, az az after death, ugye a de utal vissza a paradicsomlevesre, és hogy a paradicsomleves után az is kint lesz, az, is jön azonnal. Na hát, akkor megfejtettük a szöveget, hogy, hogy mit jelent, én hallgassuk meg akkor most még egyszer, és akkor így próbáljatok most már a, az eredeti szövegre figyelni, a jelentését elvileg tudjuk, úgyhogy próbáljatok csak ellazulni, behújni a szemeteket, és csak egyszeren hallgatni, figyelni, hogy mi hangzik el. Good evening. Can I get you started with something to drink? Yes, I'd like to have a glass of sparkling water, please. Of course. Are you ready to order, or do you need a few more minutes? I think I'm ready. What do you recommend from the grill section? The grilled salmon is really popular. It comes with a side of steamed vegetables. That sounds good. Could I have the salmon? But can you switch out the steamed vegetables for a garden salad? Absolutely, no problem. How would you like your salmon cooked? Medium, please. Also, could I add on a bowl of tomato soup to start? Sure thing. Will that be all for now? Yes, that'll be all. Thank you. You're welcome. I'll bring out your soup shortly, and your main course will be right out after that. Na nézzük akkor még egyszer, hogy milyen szavak voltak. Most már ugye kétszer is hallgattuk a szöveget, egyszer már megbeszéltük. Nézzük akkor egyesével. Volt ugye ez a kezdésünk, hogy hozzatok valamit inni kezdésnek. Can I get you started with something to drink? Érdemes elismételni többször is, akár hogyha gondoljátok, le lehet állítani a videót is, és elismételni háromszor-négyszer, hogy a fületek szokja ne csak magatokba, mert úgy nem fogjátok tudni megtanulni mindig mindent hangosan, hogy a, ne, csak a, ne csak az agyunk szokja, hanem a nyelvünk is, hogy hogy kell kimondani, milyen hangzása van, és ezáltal a fülünk is szokja. Úgyhogy ez egy nagyon komplex dolog, nem lehet csak fejben ő, tanulni nyelvet. Can I get you started with something to drink? A második egy pohár szénsavas víz, glass of sparkling water. Mondjuk még elérhettem volna azt is, hogy a glass, ugye a glass az megszámlálható, tehát általában ugye ki szoktuk tenni, hogy ő vagy ön, úgyhogy ha írjátok, akkor nyugodtan ki lehet írni. A glass of sparkling water. Are you ready to order? Are you ready to order? Készen áll a rendelésre. Need a few more minutes. Szüksége van még néhány percre. Need a few more minutes. Recommend. Recommend. Ajánl. Grill section. Grill section. Grill részleg. Comes with. Comes with. Jár valamivel. Ugye ez volt az, amikor említette a pincérünk, hogy a, hogy a lazac, ö, az lazachoz jár ö, még köret is. Side of steamed vegetables. Side of steamed vegetables. Párolt zöldségek köret. Switch out. Switch out. Kicserél. How would you like your salmon cooked? How would you like your salmon cooked? Hogyan szeretné a lazacot elkészítve. Itt érdekes lehet valakinek esetleg, hogy a kukd miért van multidőben. Egyfelől ez nem multidő, csak úgy tűnik, ez az cooknak a harmadik alakja, amit tulajdonképpen arra, hasz, arra is használunk, mert ugye sok mindenre használjuk a harmadik alakot, de arra is használjuk, hogy megkapjuk a szónak azt a jelentését, amit magyarul a vave Vavevávé végződéssel fejezünk ki. Tehát ugye a, ott van a fordítás mellette, hogy elkészítve. Hogyan szeretnéd azt elkészítve. Tehát ez a, ezért szerepel ez az edély ott, mert ez a vavevá rag lesz tulajdonképpen, ahol még ezt gyakran láthatjátok. Az a szenvedő szerkezet, hiszen ott egyértelműen megjelenik pontosan ez a, ez a szerkezet, csak ott ugye elé jön a tubi, tehát ott együtt a tubivel és a harmadik alakkal jelezzük, hogy valami szenved. Ugye, ha azt mondom, hogy a rizs meg van csinálva, ott is megjelenik rögtön az a, ez a vove rag. Okay, tehát ez nem múltidő, hanem, hanem harmadik alak. A múltidő az mindig a a mondatnak az elejére jön, ha, ha ez így jobban érthető. Tehát, hogy először megnevezzük, hogy kicsoda, és utána az, hogy mit csinál. Tehát, hogyha itt van a you, akkor ugye a kuknak azután kellene lennie, arról nem is beszélve, hogy kérdésben a múlt időben diddel kérdezünk, tehát kuk lenne, ugye? Tehát a, a kukd az nem lehet csak így magában, így a mondatba feldobva, általában a mondat elejére jön, vagy a tagmondat elejére. A de hát itt nem arról van szó egyáltalán, hogy a lazacunk főzött valamit. Aztán médium. Médium, ugye ez, a, ez arra vonatkozik, hogy mennyire legyen megsütve, és hát a médium az a közepesen. Ed on, ed on, a vonzata az mindig on, és ez a hozzáad valamit. Ball of tomato soup. Bowl of tomato soup, egy tál leves. Sure thing, sure thing. Természetesen. Will that be all? Will that be all? Ez minden lesz, vagy ez lesz minden, talán fordítva is írhattam volna. Your welcome, szívesen, ez biztos ismeritek. I bring out your soup shortly. I'll bring out I'll. I'll, I'll bring out your soup shortly. Ez a hamarosan, rövidesen hozom a levest. És az utolsó pedig, your main course will be right out after that. Ez a right out, ahogy az előbb is mondtam, ugye ez a rögtön kint lesz az is, azután tulajdonképpen. Na, tehát akkor most átnéztük még egyszer a legfontosabb ö, szavakat. Nézzünk akkor egy pár feladatot, mire emlékeztek. Fill in the blanks with the correct words from the vocabulary list. Tehát egészítsd ki ezeket az üres mezőket a szókincs listánkból. Nézzük akkor az elsőt. Can I get you started with something to... Mi volt az az első kifejezésünk? Kezdhetünk-e valamivel, vagy valamit, mit csinálni? Inni. Így van, drink. Are you ready to... Or do you need a few more minutes? Mi hiányzik a mondatból? Készen állsz-e a oh, mire? Rendelésre, és az hogy volt? Order. Így van. Nézzük a harmadikat. The grilled salmon with a side of steamed vegetables. Ezt mondja, hogy a grillezett lazac with a side of steamed vegetables párolt zöldséges körettel együtt. Tehát valami hiányzik, valamilyen ige hiányozhat innen, hogy mi, mit csinál az a lazat a zöldségekkel? Hát ugye úgy mondtuk, hogy együtt jön. Ugye? Akkor mi hiányzik onnan? A kámz. Vigyázzatok rá, hogy az eset tegyük ki, mert ugye ez egy általános tény, tehát egyszerű jelenidő, a számon pedig harmadik személy, tehát akkor es. Could you please out the steamed vegetables for a garden salad? Tehát te tudnád-e kérlek ki a zöldségeket egy garden salátára? Kicserélni, ugye? Hogy volt az, hogy kicserélni? Switch. Így van, switch. How would you like your salmon? Hogyan szeretnéd, a lazacodat, na, hogy utaltunk arra, hogy elkészítve? Hogyan szeretnéd a lazacodat elkészítve? Melyik ige? Hiányzottan, hogy ezt mondtam, hogy ne ez egy nem egy múltidő, hanem ez egy harmadik alak, ami a vaveragot kapja meg. Remélem, így már be is ugrott mindenkinek, hogy cooked. Could I on a ball of tomato soup to start? Tehát tudnék-e... Mm -hmm -hmm. Egy tál euh, paradicsomlevest kezdésnek. Majdnem kimondtam már a megoldást. Mi hiányzik akkor innen? Mit, mit tudnék csinálni? Could I? Micsoda? Ugye, hozzáadni. És hogy volt ez a szó? Szerencsére egyébként ez elég könnyű, mert ugyanígy van magyarul, ugye, ad, add, hozzáad. Tehát add, add. Csak vigyázzatok, hogy angol, angolul két dével írjuk. Eh, és az utolsó pedig, I'll out your soup shortly. Én fogom hm, 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 ki a te levesedet hamarosan. Na mit fog a pincér csinálni a levesével? Hát remélhetőleg nem megenni, hanem úgy volt benne, hogy kihozni, ugye? Tehát az pedig hogy van, hogy hozni? Bring, I bring out. Na remélem, hogy jól ment. És akkor mehetünk tovább a következő feladatra, ami egy fordításos feladat. Hogy volt akkor még egyszer? Hogy mondanátok azt, hogy jó estét, készen áll a rendelésre? Próbáljátok kimondani hangosan is. Ne csak a fejetekbe. Kivétel azok, akik a buszon ülnek, vagy éppen egy nagy tömeg közepén, azoknak elnézzük, hogy nem mondják ki hangosan, de mindenki, aki otthon egyedül van, próbálja hangosan kimondani. Tehát akkor jó estét, készen áll a rendelésre? Hogy van még egyszer? Mutatom akkor én is. Good evening. Are you ready to order? Nézzük a másodikat. Köszönöm, szívesen. Ugye ez talán nem is olyan nehéz. Thank you, you're welcome. Harmadik. Ehhez a fogáshoz párolt zöldség jár, de ki tudná cserélni salátára? Ez kicsit hosszabb mondat, de már most megbeszéltük többször is, hogy hogy van a mondat, próbáljátok emlékezni. Na nézzük akkor, hogy hogy lenne. This dish Comes with a side of steamed vegetables. But can you switch it for a salad? Um, itt azért egy pillanat rájunk már, meg akinek esetleg nem ment. De annak, akinek ment, annak is érdekes lehet, a, amit mondani akarok. Ugye, amikor egy mondatot akarunk mondani az angolban, akkor miért mondjuk mindig, hogy nem szabad tükörfordítással fordítani? Azért, mert ugye az angolban a szórend, nem ugyanúgy történik, mint a magyarban. Ezt egyszerűen úgy kell elfogadni, hogy mint egy, mint egy most gondolkozok, hogy mihez hasonlítsam, hogy, de talán mint, mint egy főzési mechanizmust. Ugye amikor főzünk, akkor mindennek megvan a, megvan a sorrendje. Először is, mondjuk, ha levest akarok csinálni, akkor mondjuk nem kezdem el, mondjuk egy húslevest, akkor nem haigálom bele az üres lábosba a répát, meg a krumplit, és elkezdem hevíteni. Ugye? Hanem először valószínűleg a vizet fogom beletenni. Na, ez pontosan így történik az angolban is. Nem lehet először belehaigálni a lábasunkba azt, ami, ami hirtelen az eszedbe jut. Mert rendben, hogy eszedbe jut, hogy van az, hogy zöldség, meg, meg akármi, de attól még a sorrend az nem így van. Hiába örül az ember, hogy meghámozta már a krumplit is, meg a, meg a répát is, ettől még nem kezdheted a főzést azzal. Először a vízzel kezdünk, oké? Okay? Na ez ugyanígy van az angolban is. Azt kell először megérteni, és mindig mondom, mostanában pedig különösen sok mindenkinek említettem, hogy ezt kell legelőször megérteni az angolban, hogy általában egy mondatot úgy kezdünk, hogy kicsoda vagy micsoda mit csinál. Tehát mindig azt kell először eldönteni, hogy kiről vagy miről beszélek. Ha szükségem van valamire, akkor nyilván magamról beszélek, tehát azt nevezem meg elsőnek, hogy én, állj. Hogyha azt mondom, hogy ehhez a fogáshoz párolt zöldség jár, akkor miről beszélek? A zöldségről beszélek? Hát nem a zöldségről beszélek, hanem a fogásról beszélek, ugye? Ehhez a fogáshoz. Tehát ez a fogás, this dish, és ugye megtanultuk az előbb, hogy ez a jár valamivel, ez a comes with. Ugye? Tehát kicsoda, mit csinál? Ez a fogás jön zöldséggel, zöldséges körettel. Ha ezt valaki egyszer megérti, és, és elkezdi tudni használni, akkor utána rohamosan elkezd javulni általában az angol nyelvnek a, a használata, ráadásul a ha jó használata, mert ugye végre sikerült megérteni azt, hogy hogyan gondolkozik az angol. De hogyha megpróbáljátok így lefordítani, ahogy ideírtam, hogy ehhez, és akkor ugye mondjuk szó szerint, ha elkezdeném lefordítani, hogy to this, ugye, mert akkor, hogy ehhez, az a hozhez, akkor az a tú, az ez, az meg a this, akkor to this, the dish, na hát ez egy, ez egy hogy az angol mondaná, is a mess. Ugye, ez egy ilyen nagy, nagy rendetlenség. Tehát ezt nem lehet szó szerint. Ki? Tehát a jövőben, meg innentől kezdve próbáljatok mindig erre figyelni, hogy mindig azzal kezdjük, hogy kicsoda vagy micsoda, mit csinál. Na nézzük a következőt. Szeretném a lazacot közepesen átsütve. szeretném, ugye van benne egy nonenáné, ami az angolban mi lesz? Milyen segédige a nonenáné? Na, nem az edé, az egy más nonenáné volt, az az igékhez kapcsolódott. Ez ugye az a szeretnége, az a like, de mi, le, mi jön elé? A would. Ugye? Tehát akkor I would like. Na tovább hogy lesz? Először is, hogy akkor mit szeretnék, és utána pedig, hogy hogyan. Na nézzük akkor. I would like my salmon cooked medium. I would like my salmon cooked medium. És az utolsó pedig hozzáadhatok egy desszertet. Ugye ez a hat het rag, ez megint arra, az, vagy arra utal, arról árulkodik, hogy kell egy segédige, ami a hat hetet fejezi ki. Ami általában az angolban ez a can, vagy hogyha kicsit udvariasabbak, akarunk lenni akkor a could, ugye az a hozzáadhatnék inkább. Tehát akkor can i, ugye meg kérdés, nem i can, hanem can i, most jön a hozzáadni. Figyeljetek rá, hogy az egy kifejezés volt, nem csak egy szó volt, hanem volt egy prepozíció utána. Can I add. Utána jött a prepozíció, és utána pedig a desszert. Na nézzük. Can I add on a dessert? A dessert. Itt írtam zárójelbe, ilyen magyaros kiejtéssel, hogy hogyan kell kiejteni, mert ezzel gyakran szoktak keveredni a tanulók. Oké? Tehát a desszertet az angol így fogja kiejteni, hogy dessert. Dessert. Remélem, hogy jók, jók lettek a fordítások, jól mentek. Most pedig akkor menjünk tovább. Igaz vagy hamis állítások. True or false exercise. Nézzük akkor, hogy igaz-e. Jó estét translates to good morning in English. Igaz vagy hamis. True or false. Segítek a, egy kicsit mindig a később a fordítással is, ha valaki el akar. Tehát a jó estét az fordítódik good morningba angolul. Igaz vagy hamis? Hát false, ugye? Mert az este az nem morning, hanem hogy lenne? Good evening. Nézzük a kettest. The phrase comes with can be translated as jár valamivel in Hungarian. A kifejezés comes with can be translated lefordítható, mint jár valamivel a magyarban. True or false? It's true. Number three, asking how would you like your salmon cooked is about the spiciness of the salmon. megkérdezni, hogy how would you like your salmon cooked, az arról szól, ez az is about, to be about a szerkezet, ezt így tudjátok a legjobban lefordítani, hogy arról szól, arról, um, arról beszél, azt akarja közvetíteni, oké, okay, tehát ezt, ezt a to be about-ot nagyon sokféleképpen lehet használni, például filmeknél is, hogy a film arról szól, akkor the film is about, Ugye? Vagy ez a question, ez a kérdés arról szól, is about, hogy miről? A, a fűszerezéséről a lazacnak. Na, erre utal a kérdés, hogy milyen fűszerezésűt szeretnénk? Hát it's false, ugye? Mert nem a, nem a fűszerezésére utalt, hanem hogy hogyan szeretné elkészítve, ö, mégpedig a, a főzési fokozatot, hogy nyers, vagy közepes, vagy jól átsült, stb. Number four. Saying, I bring out your soup shortly, implies a long waiting time for the soup to be served. Tehát mondani, hogy én uh, I bring out your soup shortly, uh, arra, arra utal, vagy egy hosszú várakozási időre utal, uh, mégpedig olyan értelemben, hogy mikor lesz ugye a leves kis, uh, felszolgálva. Na, arra utal ez a mondat, hogy sokat kell várni? Hát nem, ugye? Tehát, fasz, ugye shortly az a rövid időn belül hamarosan. Number five. Add-on is used when you want to remove something from your order. Az add-on, tehát van használva, akkor, amikor te akarsz to remove. To remove. Mi az a remove? Eltávolítani valamit a rendelésedből. Na, tehát akkor az addon ezt jelenti, amikor el akarunk valamit távolítani? Hát nem igazán, ugye? Akkor it's false. Ugye az addon az pont az ellenkezője, hogy hozzáadni. Az utolsó, are you ready to order is asking if the person is prepared to place their food order. akkor are you ready to order? Az egy kérdés, hogy a személyünk készen áll-e arra, hogy letegye, vagy hát ez a to place, ez ugye az az elhelyezni a rendelését, az étel rendelését, de ilyen értelemben is lehet használni, hogy megtegye. Tehát elhelyezze, megtegye az étel rendelését. Tehát arra való ez a kérdés? Are you ready to order? Arra való-e, hogy rendeljünk? Yes, it's true. Oké, okay, szuper, ügyesek voltatok. Na, de még mindig nincsen vége. Short answers and speaking. Na, próbáljunk akkor egy kicsit, kicsit beszélni. Rövid válaszok és beszéd. Tehát akkor, hogy a szövegről szólnak a kérdések, nézzük az elsőt. What drink does the customer order? Próbáljátok visszaemlékezni. What drink does the customer order? Megvan? Tehát milyen italt rendel a vendég? The customer orders a glass of sparkling water. The customer orders a glass of sparkling water. Ha valaki esetleg múlt időben mondta, hogy ordered, akkor az is jó, hogy azt rendelte. Ugye teljesen mindegy igazából most ebben a szem, vagy ebből a szempontból. Nézzük a kettest. What dish, Does the server recommend to the customer? What dish? Milyen fogást? Tudjátok, hogy az angolban ilyen szó, hogy milyen nem létezik. Tehát az egyik megoldása a milyennek az ez, hogy a watot és a főnevet összetesszük. Ugye? Tehát akkor milyen ital, milyen fogás, és utána a mondat megy a szépen a maga útján, ahogy kell. Tehát milyen fogást does the server recommend, ajánl? to the customer. Próbáljátok mondatba tenni, ne csak, ne csak egy válaszszal, vagy egy, mond, vagy egy szóval válaszolni, hanem így, ahogy a, az előzőben is, hogy szép kerek mondat legyen belőle. Tehát kezdhetjük például úgy, hogy a, a, a felszolgáló ajánl a vendégnek, és akkor utána, hogy mit, vagy azt is lehet mondani, hogy a felszolgáló ajánl micsodát, és a végére, hogy tud a customer a vendégnek. Két a oda bízom, hogy hogy szeretnétek. Na nézzük. The server recommends the grilled salmon from the grill section. És még esetleg oda lehet tenni a végére, hogy mondtam, hogy tud customer. that the grilled salmon from the grill section, hovalaki nem tette oda a grill section-ös részt semigond, ha megvolt a grilled salmon, az már jó dolog. Number three. What change does the customer ask for with their side dish? What change does the, does the customer ask for with their side dish? akkor megint ugye ez a vatos kifejezés, what change, tehát milyen változtatást ask for, kér, ugye kérni valamit, ha ott van utána, hogy valamit, akkor mindig for, mindig. Ne hagyjátok ki a fort, mert ha lemarad, akkor az ask magába csak annyit jelent, hogy megkérdezni. Márpedig az elég bután hangzana, hogy megkérdezi a, a vásárló, vagy a vendég, a köretet. Nem megkérdezi a köretet, hanem Kéri a köretet. Ja, tehát milyen változtatást kér a vendég a körettel kapcsolatban? Megint kezdjük el a mondatot, hogy kicsoda mit csinál. Ja, tehát akkor kezdhetjük mondjuk a kicsoda, akkor az a customer, ugye? Hogy a vendég azt kéri, kéri, és mit kért, ugye, hogy kicserélni. Hogy volt az a kifejezés, hogy kicserélni? Na nézzük. The customer asks to switch the steamed vegetables for a garden salad. Tehát akkor kicserélni, switch the steamed vegetables for a garden salad. Esetleg, ha valaki beletette, hogy switch out, akkor úgy is tökéletes. Number four. How does the customer want the salmon to be cooked? Tehát hogyan a vendég akarja a lazacát megcsinálva? Na, melyik szó volt az, hogy hogyan szeretné? Megint kezdjük el a mondatot, hogy kicsoda, mit csinál. Tehát a vendég, hogy a vendégről beszélünk, akkor a vendég akarja a lazacot, és a végére, hogy hogyan, Na nézzük. The customer wants the salmon to be cooked medium. Mindenképpen kellett a to be bele most, mert ugye ez jelenti azt, hogy akarja a lazacot lenni közepesre csinálva. Ugye? tehát ez egy, ez egy úgymond egy ilyen szenvedő szerkezet, hogy akarja, hogy az lenni csinálva. Five. What does the customer add to their order before the main course? Tehát mit akar, vagy mit ad a, a vendég hozzá a rendeléséhez a főfogás előtt, before, ugye előtt. Megint kezdjük el a mondatot, hogy ő ad hozzá micsodát. Még az is szuper, ha emlékeztek a mennyiségére, hogy hogyan volt kiporciózva, mit kért, Milyen, mennyit kért abból a valamiből. egy tállal emlékeztek, egy tál micsodát. Na mutatom akkor. The customer adds a bowl of tomato soup to start. The customer adds. A bowl of tomato soup to start. És az utolsó pedig, What does the server say after taking the order? What does the server say after taking the order? Mit a felszolgáló mond, miután felvette a rendelést? Ugye take az az elvenni ö, általában, ugye? Tehát elveszi a rendelést, felveszi, elveszi, bármelyik jó. Na, mit mond utána? hát nem túl nehéz, azt mondja, hogy csak egy kicsit hosszabban írtam, hogy after taking the order, tehát a rendelés felvétele után, the server says, a felszolgáló azt mondja, you're welcome, I bring out your soup shortly. I'll bring out your soup shortly. Ezt a gyakorlatot érdemes lehet megcsinálni akár többször is, vagy legalább kiírni a kérdéseket, és akkor lehet gyakorolni később is. De remélem azért jól ment. Na nézzük akkor a szókincset. Most már jó sokszor átfutottuk, jó sokszor belefutottunk mindenféle formába, remélem, hogy most már fog menni. Nézzük először az angolról a magyarra, és utána pedig fordítva. Tehát mit jelent a Can I get you started with something to drink? Így van, hozhatok valamit inni kezdésnek. A glass of sparkling water. What does it mean? Mit jelent? What does it mean? Egy pohár szénsavas víz. Are you ready to order? Are you ready to order? What does it mean? Készen áll a rendelésre? Need a few more minutes. Need a few more minutes. Szüksége van még néhány percre. Recommend. Recommend. Mit jelent a recommend szó? Ajánl. Grill section. Grill section. Grill race leg. Comes with. Comes with. Jár valamivel. Side of steamed vegetables. Side of steamed vegetables. paro zöldségek köret. Switch out. Switch out. Kicserél. How would you like your salmon cooked? How would you like your salmon cooked? Hogyan szeretnél a lazacot elkészítve? Medium. Közepesen átsütött. Add on. Add on. Hozzáad. Ball of tomato soup. Bowl of tomato soup. Egy talparadicsomleves, sure thing sure thing. Természetesen, Will that be all? Will that be all? Ez minden lesz. Vagy ez lesz minden? You're welcome. You're welcome. Sivashan, I bring out your soup shortly. I bring out your soup shortly. Hamarosan hozom a levest. Your main course will be right out after that. Your main course will be right out after that. A főétel rögtön azután jön. Oké, okay, na készen álltok a fordítottjára? Nézzük akkor az angolt. Nyilván ez a nehezebbik, mert itt ugye már emlékezni kell a szavakra is, hogy hogyan volt. Na, hogy volt akkor az eleje? Hozhatok valamit inni kezdésnek? Can I get you started with something to drink? Can I get you started with something to drink? Astan egy pohár szénsavas víz. Egy pohár víz. A glass of sparkling water. A glass of sparkling water. Késsen ál a rendelésre. ál a rendelésre. Are you ready to order? Are you ready to order? Szüksége van még néhány percre. Szüksége van még néhány percre. Need a few more minutes. Need a few more minutes. Ajánlani. Ugye ez egyetlen egy szó volt hogy van ez a szó, hogy ajánl, recommend, recommend, grill részleg, grill részleg, ugye ebből talán a részleg az, amire emlékezni kellett, ha bár mi is szoktuk így mondani, tehát grill section, grill section, jár valamivel, jár valamivel, comes with, comes with. Párolt zöldségek köret. Párolt zöldségek köret. Itt csak annyit segítek, hogy emlékezzetek, hogy ez egy birtokos szerkezet volt. Tehát előbb jön az, hogy köret, és utána, hogy minek a körete, vagy miből áll ez a köret. Tehát ugye ott egy offak fogjuk majd kapcsolni, de remélem azért emlékeztek a főszavakra. Tehát, tehát akkor, side of steamed vegetables. Side of steamed vegetables. Kicserél. Kicserél. Switch out. Switch out. A switch is egyébként önmagában is azt jelenti, de gyakran hozzáteszik az autót. Ten. Hogyan szeretné a lazacot elkészítve? hogyan szeretné a lazacot elkészítve. Ez már egy kicsit hosszabb mondat lesz, de azért próbáljátok meg összerakni. Na, megvan. Tehát, how would you like your salmon cooked? How would you like your salmon cooked? Közepesen átsütött hogy mondja az angol ezt egy szóval, közepesen átsütött, medium, aztán hozzáad, hozzáad, add on, add on, egy tál paradicsomleves, itt is a tállal fogjuk kezdeni, és az is egy birtokos szerkezet. Mégpedig akkor a bowl of tomato soup. A bowl of tomato soup. Természetesen. Erre is sok szó van az angolban, most próbáljátok arra emlékezni, hogy, hogy itt hogy mondtuk, hogy ezt is megtanuljuk. Ugye a leggyakoribb az az of course, úgyhogy ha erre gondoltatok, akkor az is jó megoldás. De itt a szövegben volt egy másik, egy másik kifejezés. Sure thing, sure thing. As mindan less, Yes less mindan. Will that be all? Will that be all? Sivashan You're welcome. Hamarosan hozom a levest. Itt talán ami az érdekesség ugye benne, hogy, a, hogy volt az, hogy hamarosan, rövid időn belül, rövidesen, meg hát persze jövő idő, mert az, hogy hozom a levest, azt nem rendszeresen hozom, hanem majd fogom hozni, ugye? akkor az elejéről ne felejtsétek el, hogy jövő idő szerkezet. Tehát I'll bring out your soup shortly. I bring out your soup shortly. Az utolsó pedig a főétel rögtön azután jön. Your main course will be right out after that. We'll be right out after that. Ugye itt ez volt a lényeges része talán, ez a We'll be right out after that. Remélem, hogy jól ment azért, és most már azért többnyire felismertitek a szavakat, vagy eszetekbe jutott, de ha nem, akkor érdemes még átfutni még egyszer, és még egyszer akár ezt a részt is lefuttatni, hogy az ember gyakoroljon. Na, válaszoljunk akkor a kérdésekre, egy kicsit most már szabadosabban. How often do you go to a restaurant? Ugye ez egy olyan kérdés, amire ahányan vagytok, annyi válasz jöhet. Mégis próbáljuk alkalmazni azt a szabályt, amit ugye, amit ugye mondtam, hogy kicsoda mit csinál. Ugye tehát akkor arra a kérdésre, hogy milyen gyakran mész az étterembe, hogy fogod elkezdeni a választ, ami szinte biztos, hogy mindenki így fogja elkezdeni hogy én, ugye, akkor I go, a go, to, a go egyből vonza azt, hogy hova, ugye, tehát I go to a restaurant, és akkor vagy ide tesszük, hogy mikor, vagy ugye, hogyha azok közül válaszoltok, hogy soha, ritkán, általában, gyakran, akkor az ugye általában viszont az ige elé jön. Tehát ugye I usually go, I often go, I rarely go, ez ritkán, I never go, soha nem megyek, de ha azt olyat mondtok, hogy például egyszer egy hónapban, once a month, vagy twice a week, kétszer egy héten, akkor ezek pedig inkább a mondat végére jönnek, ezek a hosszabb kifejezések. Na nézzük, hogy én mit, mit írtam. I go to a restaurant about once a month. Ugye ez az about, azt jelenti, hogy körülbelül egyszer egy hónapban. És akkor még hozzátettem egy kis apróságot. I enjoy dining out. Tehát élvezem a, a, hát ezt az evést kint, vagyis ugye a magyarul éttermekben való evést. But prefer to do it occasionally as a special treat. De preferálom csinálni ezt időközönként, occasionally, mint egy speciális, hát a treat ez igen jutalmazásnak mondja az angol, ilyen kis valami, amit az ember nem csinál gyakran, hanem ilyen kivételes esetnek, kivételes ajándék, vagy ö, 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 hát valami ilyesmi, nem is tudom még, hogy mondjam. két tehát a treat az egyszerűen csak ennyit jelent, hogy egy ilyen speckós kis ajándék magamnak. Kettes. What do you usually order? What do you usually order? mit rendelsz általában? Akkor megint ugye elkezdjük a mondatot. Kiről beszélünk magunkról, akkor ezzel kezdjük. Utána, hogy mit csinálok, order, ugye, akkor én rendelek és utána jöhet, hogy mit. Ha még szeretnénk beletenni, hogy általában, akkor ugye az az, az a ige elé tehát I usually order. És utána lehet sorolni, hogy mit. Nézzük, hogy én mit írtam. I usually order pasta dishes because I love Italian food. Általában ugye tészta ételeket rendelek, tészta fogásokat, mert imádom az olasz ételt. My favorite is spaghetti carbonara. But I also like to try new dishes if they catch my eye on the menu. Tehát a kedvencem ugye a kárbonára spagetti, de szintén, ugye olszó, szintén szeretek kipróbálni új fogásokat, ha megragadja a szememet a, me a, a menün. Ilyen catch my eye, elkapja a szememet. És az utolsó pedig, how do you pay? How do you pay? Hogy fizetsz? Itt is ugye, mondhatjuk akár úgy, hogy én általában fizetek, tehát beletehetjük azt a usually szót is vagy azt is beletehetjük, hogy always, hogy mindig. Nyelvetet akkor I usually pay, vagy I uh, often pay, gyakran fizetek, I always pay, mindig fizetek. És akkor nézzük, hogy én mit írtam. I usually pay with a credit card because it's convenient. Hát általában fizetek uh, bankkártyával, mert ez kényelmes. Figyeljetek rá, hogy nem comfortable. Mert a comfortable az, az inkább más jellegű kényelmes. Ez a convenient, ez új, olyan értelemben kényelmes, hogy nincs vele túl sok gond. Tehát ugye ilyen sokkal egyszerűbb. Ilyen, ilyen értelemben kényelmes, hogy egyszerűbb megoldás. A convenientet erre használjuk. Olyan, olyan szituációkra, amik, amik egyszerűbbek, kényelmesebbek számunkra megcsinálni. Uh, Oké, okay. és akkor szintén érdekes lehet, hogy with a credit card. Oké, okay? nem, nem nagyon szoktuk azt mondani, hogy buy. Általában with mondjuk, with cash, vagy vid a credit card. Ez a, ez a hétköznapi, nem a, nem a buy. Um, Oké, okay, szuper. Na remélem, hogy jól ment. Ha van kedvetek, akár kommentbe leírhatjátok a válaszaitokat erre a három kérdésre. Szívesen megnézem. És akkor házi feladat, akinek van kedve, meg szuper lenne, hogyha esetleg össze tudnánk gyűjteni tipikus magyar ételeket, tehát kommentben kiírni tíz magyar ételnek az angol fordítását, de akár többet is kiírhattok. Oké, tehát szuper lehet, akár így úgy is kiírhatjátok, hogy először magyarul, mellé pedig angolul, vagy fordítva. Gyűjtsük össze, hogy milyen ételeket ismerünk angolul. Remélem, hogy tetszett a lecke, még jobban remélem, hogy sok mindent tanultatok belőle, és hasznos volt. Ha bármilyen kérdésetek maradt, akkor kommentben vagy Messengeren nyugodtan üzenjetek. Have a nice day, bye bye!